Üdvözlöm Önöket! A következő közel 30 percben a Mintagazda januári számát látják. Az idei első adásban szó lesz a tavaly elfogadott vidékfejlesztési programról, arról, hogy kinek érdemes mezőgazdasági biztosítást kötnie, és hogy mire is jó ez az egyre népszerűbb termék. Aztán megmutatjuk, hogyan csökkent a sertéshús ára az 5%-os áfa bevezetését követően, de szót ejtünk az őstermelői igazolványokat érintő változásokról és a mezőgazdaságban éppen aktuális munkálatokról is. Tartsanak velünk! 2015. augusztusában az Európai Bizottság elfogadta a Magyarország 2014 és 2020 közéjesű időszakának vidékfejlesztési programját. A magyar agrárium jövőjéről és a mintegy 1300 milliárd forintnyi rendelkezésre álló forrás hatékony felhasználásáról tartott a konferenciát Vásárosnaményban. Nézzünk be! Kezdődött. Idén nyáron, augusztus 9-én elfogadta az Európai Bizottság Magyarország vidékfejlesztési programját, aminek köszönhetően megnyíltak az első pályázatok, és a jövő évben, az idei év végén, illetve a jövő évben gyakorlatilag az összes pályázatot megnyitjuk, amit a vidékfejlesztési program tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy kb. 1350 milliárd forint lesz az, amit a vidékfejlesztésére az agrárgazdálkodóknak tudunk biztosítani a következő években, és próbáljuk mindezt úgy tenni, hogy elsősorban mikro, kis és középvállalkozások, a családi gazdaságok lesznek a programnak a haszonélvezői. Ők milyen formában vehetik igénybe ezt a pénzt, vagy hogyan kaphatnak támogatást? Tehát itt maximum 50%-os támogatási intenzitással lehet a jövőben hozzájutni támogatásokhoz. Egy új eljárás rendre építve mindezt, ugyanis az elmúlt időszak tapasztalataiból okulva, amikor is ugye egy kicsit túl bürokratizált, nagyon szigorú módon jutottak hozzá ezekhez a támogatásokhoz a gazdálkodók, most megpróbálunk egy jóval ügyfélbarátabb módon támogatásokat közvetíteni az arra rászorulókhoz. Itt változatos formában, de gyakorlatilag a korábbi program támogatásaihoz hasonló támogatásokat fogunk nyújtani a gazdálkodóknak, illetve az önkormányzatoknak, civil szervezeteknek. Milyen prioritások vannak a programban? Elsősorban, ahogy említettem, a mikro, kis és középvállalkozásokat próbáljuk támogatni, kiemelt hangsúlyt kap a munkahelyteremtés, tehát szeretnénk minél inkább ezeket a forrásokat a beruházások ösztönzésére, ezért is különítettük el a források 60%-át a beruházásokra, a tárgyeszközök beszerzésére, illetve ezáltal a munkahelyteremtésre szeretnénk fordítani, és ezen belül pedig a Magyarországon a hátrányosabb helyzetű régiókat plusz pontokkal próbáljuk helyzetbe hozni a hátrányos helyzetű régiókban élő gazdálkodókat, illetve cégeket, és próbáljuk azt elérni, hogy oda a nagyobb források jussanak, ahol erre jóval nagyobb szükség van. A rendezvényen Jakab István, a MAGOSZ elnöke elmondta, a következő ciklusban a teljes agrárágazatot tekintve a támogatások összértéke eléri majd a 4000 milliárd forintot. Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre, de ha a teljes agrárágazatot nézem, amiben a területalapú támogatások is benne vannak, ez erre az időszakra 4000 milliárd forint. Persze, gyorsan hozzáteszem, sokan úgy ítélik meg, hogy mi csak uniós forrásból fejlesztünk. Ez nemes egyszerűsége, nem igaz, hisz Magyarország befizet az unió kasszájába, tehát részben a saját forrásainkat kapjuk vissza. Természetesen a fejlesztési igényeknek megfelelően esetenként adott célra növelt összegben. Ha a vidékfejlesztési programnál maradunk, ez kik számára elérhető és milyen felhasználási területekre? Ez valamennyi a vidéken élő emberek számára, befektetők, vállalkozók, kis és közepes gazdaságok számára elérhető, méghozzá differenciált módon úgy, hogy a pozitív diszkrimináció érvényesül. A kisebb gazdaságok számára arányaiban nagyobb összeg áll rendelkezésre. Mondok egy konkrét példát, mondjuk az AKG esetében, akik 300 hektárig művelnek területet, ott 100%, 1200 hektárig 85 és 1200 hektár fölött az rendelkezésre álló forrás hektáronkénti összege csak 50%. Tehát a befektetéseknél, beruházási támogatásoknál úgy szintén 500 millió a plafon a fejlesztési forrásoknál, kivétel ez alól, amikor gazdatársulásban, tehát a gazdák összefognak és mondjuk egy feldolgozóüzemet hoznak létre, ott ez az összeg 1 milliárd nagyságrendet érhet el. Milyen prioritások vannak a mezőgazdasági támogatásokban? A cél az, hogy azok a gazdaságok, azok a gazdák jussanak támogatáshoz, akik élethivatásszerűen gazdálkodási
tevékenységet folytatnak, elsősorban ők jussanak támogatáshoz. Az a prioritás, hogy a helyben lakó gazdát tudjuk megerősíteni, az a prioritás, hogy az erőforrásainkat tudjuk maximálisan kihasználni, szervezett termelés, szervezett feldolgozás és szervezett értékesítés jön létre. Tehát ki kell mondani, az integrált termelésnek az alapjait kell, hogy megteremtsük azért, hogy 2020 utáni éles versenybe be tudjunk érdemben kapcsolódni. Kiemelt szempont az öntözés, amit az Európai Unió igazán nem akart támogatni, azért a magyar tárgyaló delegációnak egy 56 milliárdos összeget sikerült erre a célra külön elkülöníteni. Említette már a pozitív diszkriminációt, mennyire különböztetik meg majd a termelés fajtait, úgy mint a zöldség, gyümölcs, illetve az állattenyésztés például? Kiemelten szerepel a prioritási sorban a zöldség, gyümölcs ágazat, hisz az előző 7 éves ciklusban ez nagyon komoly hátrányokat szenvedett el, ez az ágazat nagyon komoly hátrányokat szenvedett el, ugyanígy az állattenyésztés is. Tehát mindegyik kiemelt prioritással bír. Meggyőződésem, hogy itt a megyében a zöldség, gyümölcs ágazat fejlesztése nagyon erős lendületet kell, hogy kapjon, kiemelten a feldolgozó üzemekre, kiemelten az ültetvénytelepítésekre, hisz az ültetvények jelentős része előregedett. Korszerű, ma már a nemzetközi piacokon is versenyképes árut kell tudnunk előállítani, öntözéssel kiegészítve, tehát egy komplex rendszereket kell kialakítani, és ehhez a feldolgozó kapacitást is létre kell hozni, egy erős nemzeti marketinggel megtámogatva. Ez a versenyképességünk alapja és záloga. A támogatások eléréséhez többek között a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nyújt információkat a gazdák számára. Alapvetően mi, amiben tudunk segíteni a gazdálkodóknak, az az információ átadása. Ugye van egy 1300 milliárd forintos kalap, amiből a pénzeket megfelelő bölcsességgel és a gazdaság fejlesztése érdekében kell elköltenünk. Ugye ezek a források, ezek a következő időszakban közvetlenül elérhetőek lesznek, hisz kiírások előtt állunk, tömkelegével jönnek majd az új pályázati lehetőségek, és a gazdálkodók, akik fejleszteni szeretnének, az információ birtokában tudnak dönteni, felelős döntéseket meghozni. Ebben kívánunk mi segíteni több felületen is. Nagyon sok kézikönyvet adtunk ki, ami segítette a gazdálkodókat az alapinformációk megszerzésében. A kamara honlapján vannak kalkulátorok, amelyekkel ki tudják számolni, hogy ez nekik forintban mit is jelenthet. De fontosak azok a lehetőségek, amikor interaktív módon tudunk egymással találkozni, hisz a kérdéseknek is fontos szerepük van a következő programoknak a bonyolításában, hisz ezeken a fórumokon keresztül látjuk, hogy a gazdálkodókat milyen kérdések érdeklik, mik foglalkoztatják. A korábbi 3 milliárdról 3,5 milliárd forintra növeli a mezőgazdasági biztosítások díjtámogatásának keretét a miniszterelnökség az idei évtől. Míg tavaly nemzeti forrásból finanszírozta a kormány az agrárbiztosítás kötő gazdák támogatását, addig idén már jelentős részben Európai Uniós forrás is felhasználható erre a célra. Hogyha díj oldalról közelítjük meg a mezőgazdasági biztosítás kérdését, akkor viszonylag alacsony díj mellett, állami támogatás mellett tudnak komoly kockázati tényezőket kiszűrni a vállalkozásukból. És hát a legfontosabb a vállalkozás életében a stabilitás, és ezt a stabilitást pedig fent kell tartani, mert ha nem tartják fent a stabilitást, akkor az egész jövő évük kockázatossá válik, az egész működésük, családjuk, munkatársaik életében nagyon komoly nehézségek adódhatnak. Ez mit jelent, hogy akkor ki számára ajánlott mezőgazdasági biztosítást kötni, és mi az az időpont, amikor ezt érdemes megkötni? A mezőgazdasági biztosítások kötésére egész évben van lehetőség. Viszont mindenképpen figyelemben kell venni, hogy március 31-éig a régi feltételekkel, tehát azaz az előző éves feltételekkel tudnak szerződéseket kötni az ügyfelek, március 31-e után pedig a tárgyévben kiadott feltételek szerint tudnak díjtámogatott mezőgazdasági szerződéseket kötni az ügyfeleink. Éppen ezért azt mondom, hogy mindenkinek minden időben lehet biztosítást kötni, de érdemes megvárni a március 31-ét, és ebben az időszakban kötni ezen biztosítási szerződéseket. Egyébként az, hogy valaki mikor köti a biztosítást, az hatással van az árára?
Nincs hatással az árára, viszont a feltételekben némi változás következhet be, mert ahogy mondtam, március 31-ig jönnek ki a tárgyévi feltételek, tehát mindig a tárgyévi és adott különleges feltételek alapján lehet mezőgazdasági biztosítást kötni. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy szakmailag megfelelő szinten legyen alátámasztva az a biztosítási szerződés, mert amit mondtam, ezen szerződések értékesítéséhez és megkötéséhez megfelelő szintű szakmai tudással kell rendelkezni. Ezzel nagyon-nagyon kevesen bírnak, és erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Tehát egy nagyon speciális területről beszélünk, különös kockázatú területekről beszélgetünk, és nagyon sok speciális jellegzetessége van a mezőgazdasági biztosításnak. Egyébként ez érezhető a megyében. A megyében elsődlegesen ugye a dohány, gyümölcs is, egyéb terményekre lehet koncentrálnunk, és hát azt is lehet látni, hogy több területen megpróbálnak a gazdák védekezni önállóan. Például Csenger környékén jégágyukat vetnek be, és saját olyan eszközöket szereznek be, amivel a lehető legkisebbre tudják mérsékelni a kockázati köröket. Egyébként mennyire ismert termék az agrárbiztosítás? Az elmúlt években folyamatosan felfutó mértékben tudunk értékesíteni ebből a termékből. Egyre ismertebb, és gondolom ez az időjárási viszonyoknak megfelelően is szükségessé teszi azt, hogy egymásnak is mondják a gazdák sok esetben, de mi is sokkal módszeresebben és célzottabban keressük az ügyfeleinket, illetve igyekszünk őket tájékoztatni erről a lehetőségről, mert egyébként nem mindenki tudja. Nem mindenki tudja, hogy nem csak normál szerződéseket lehet kötni mezőgazdasági biztosításban, hanem van az úgynevezett díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás, amire legalább minimum egy kalkulációt érdemes kérni, és átbeszélni az adott szakemberrel, amire egyébként időt és energiát kell szánni. 2016. január 1-től új támogatási ciklus indult az EU-n belül. Az eddigiekben a termelők az egységes kérelemben kérhették a díjtámogatást az államtól, illetve az EU-tól. Ez évtől pályázniuk kell. Ennek a feltételeit az irányító hatóság, most röviden mondom, mert a hosszú neve aztán bele se fér az adásba, de azért megpróbálom, vidékfejlesztési program, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító Hatóság. Na ez a hatóság adja ki a pályázati feltételeket az ígérete szerint január 31-ig, tehát még nem jelent meg. Ez alapján kell pályázni a termelőnek. Mindazok pályázhatnak, akik 250 embernél kevesebbet foglalkoztatnak, 50 millió eurónál kisebb a árbevételük, a kérelmet aláírják, regisztráltak a MVH-nál, tehát regisztrációs számmal rendelkeznek, és nincs köztartozásuk. Ha jól tudom, a rendelkezésre álló támogatási összeg is változott az idei évtől. Igen, a támogatható keret ez évben 3,5 milliárd forint összeget tesz ki. Ennek 80%-a EU-s keret, 20%-a nemzeti keret. Ez a tavalyi évhez képest mintegy 10%-kal nőtt. Már tavaly túligénylés volt, ez azt jelenti, hogy a 65-55 és 45%-os limitek arányosan csökkentésre kerülnek, ha több a visszaigénylés, mint amennyi a rendelkezésre álló keret. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett A csomag 65%-os, a B 50, a C pedig 40%-os, ez a felső határa a támogatásoknak. Január 1-től a sertéshús áfája 27%-ról 5%-ra csökkent. A régi fogyasztói árhoz képest így jelentősen olcsóbbak lesznek a tőkehúsok. A feldolgozott termékek áfája nem változott. A sertésmájat, sertészsíradékot és zsírszalonnát továbbra is 27%-os forgalmi adó terheli. Sertéshús áfája 22%-kal csökkent a boltokba. Ennyivel kevesebb áfát kell, 5%-ot kell most már befizetni a sertéshús után. Ez a boltokban nálunk személyesen is érződik, mert emiatt egy jó 200 forintos árcsökkenést értünk el a boltjainkban, a sertéshús áfa csökkenése miatt. Ez mely húsfajtákat érinti, mert ugye nem minden sertésterméket, illetve volt, aminek már eddig is 5%-os volt az áfája? Eddig a
hogyha fél sertésbe vásárolta meg a vevő a sertést húsa, abban az esetben volt 5%-os az áfa, most már bontva is 5%-os lett a sertés húsnak az áfája. Nem érinti viszont a belsőséget, nem érinti a fejet, a körmöt, a tőkehúst érinti, a sertés combot, karajt és a többi részét, bontásból származó többi részét érinti. Érezhető a forgalom növekedése, annak köszönhetően, hogy alacsonyabb az áfa? Mindenféleképpen a vevők pozitívan értékelték ezt az áfa csökkentést, részben észrevették, kedveltebb lett a sertés hús iránti érdeklődés. Január elején révén még nincs nagy forgalom, de mindenféleképpen hosszú távon egy bizonyos mennyiségű növekedést fogunk érezni szerintem a sertés hús irányába a vevők számára, vásárlás szempontjából. Ezt a 22%-os csökkentést, vagy csökkenést az árakban mennyire lehet észrevenni? Teljes mértékben átengedtétek ezt az árcsökkenésre is? Teljes mértékben természetesen átengedtük, és még azon túlmenőleg is csökkentettünk egy kicsit az árakon, hogy így végsősoron jelent, tehát az összes termékünk, sertésből bontott termékünk 1000 forint alá érkezett be. Ez nagyon pozitív, mert végsősoron ilyen árakat eddig csak a múltig tudtak produkálni, meg a nagyobb kereskedelmi láncoknál volt ez jellemző, az 1000 forintos alatti sertéshúsár. Kérlek szépen, 3 szelet karajt, csont nélkül. És hát vágják ki a csontot. Jó lesz, neves gondolatot. Megoldjuk. Hús a darálóba.
Kártyaformátumú igazolvány váltja fel a hagyományos papíralapú kézzel kitöltött őstermelői igazolványokat. Többek között erről a témáról, valamint az éppen esedékes mezőgazdasági munkálatokról beszélgettünk Rácz Imrével, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnökével. 2015. december 28-án született egy kormány döntés, ami lehetővé teszi, hogy a hagyományos papíralapú igazolványokat egy kártyaszerű őstermelői igazolvány váltja fel. Ez nem csak annyiban változik meg, hogy nem papíralapú lesz, hanem ez egy informatikusabb tájékoztatást tud adni azoknak, akik ennek az ellenőrzésével vannak majd megbízva, és több adatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy ez az őstermelői milyen területen, milyen növényeket termel, és csak azokat tudja értékesíteni, amit regisztrált és feltüntetett ebben az igazolványban. Miért volt erre a változtatásra szükség? Régi vágya az igazi őstermelőknek, hogy szűnjön az meg, hogy összemosható volt az őstermelői tevékenység a kereskedelmi vállalkozásával. Egy helyen tudott eddig egy őstermelő kint is árulni, egy személy és vállalkozó kint is. Én úgy gondolom, hogy ezzel az igazi őstermelők csak nyerhetnek, akik kereskedőként vették ezt igénybe, ezt a kedvezményt, lényegében azoknak most ez egy kiskapu bezárásával végződhet. Meddig érvényesek a hagyományos papíralapú őstermelői igazolványok, és mennyibe kerül ennek a leváltása? 2016. december 31-ig érvényesek a régi őstermelői igazolványok, de mi azt javasoljuk, hogy akik jönnek a betétlapot érvényesíteni, azok már kezdjék el, most egy kicsit az idő is úgy engedi, hogy a falugazdászállózat most mással nem foglalkozik, és kezdjük meg ennek az érvényesítését. Most kap egy június 31-ig szóló vagy engedélyezett nyomtatványt, és akkor, ha minden jól megy, a technika is velünk van, akkor 60 napon belül postán meg fogja kapni az igazi kártyaszerű őstermelő igazolványát. Kik fogják ezentúl ellenőrizni az árusokat, és ha jól tudom, van egy terv is, hogy a vásárlók is tudják majd ellenőrizni. Igen, jelenleg mi azokat az adatokat próbáljuk, illetve vezessük fel, amit az őstermelő mi rendelkezésünkre bocsát, de a valódiságát ezeknek az adatoknak a NÉBIK ellenőrizte eddig is, és ezután is az lesz jogosult az ellenőrzése. És mik azok a tervek, ami alapján a vásárlók is tudják majd ellenőrizni az őstermelőket? Hát Győfi Balázs elnök úr is nyilatkozta, hogy a közeljövőben a technika fejlődésével elérhessük azt is, hogy az őstermelői számnak a feltüntetése most már az elárusító helyen kötelező lesz, és egy okostelefonba, ha beütjük ezt a számot, akkor arról az őstermelőről megtudhatjuk azt, hogy ő mire jó, minek a árusítására jogosult. Rácz Imre ezt követően elmondta, hogy a mezőgazdaság számára a természetpihenése nem jelent megállást. A földeket és az éppen téli, vegetatív állapotban lévő fákat ilyenkor is gondozni kell, az időjárás pedig az év elején kedvező, mind a már elvetett termények számára, mind az éppen aktuális feladatok elvégzéséhez. A kertészetben, gyümölcsösben megkezdődtek a metszések, és úgy gondolom, hogy ez egy optimális idő arra, hogy egy kis hó is van, nincs is nagyon hideg, és az emberek jól érzik most már magukat a szabadban. A tavalyi évről milyen feladatok jöttek át az idei évre, illetve az őszi termésekről kapcsolatban mit lehet még elmondani idén? Hát az őszi betakarítások elhúzódtak egy kicsit, a csapadékos időjárás, ami nagyon késő, de megérkezett, ezért sok helyen a vetéseket úgymond egy kicsit későn vetették el, de hál' Istennek ez az enyhe időjárás, ami volt végig egész decemberben, ez biztosította azt, hogy az őszi vetésűek jól teleltek. Most jött rá egy kis hótakaró is, igaz, hogy nem nagy, de betakarja annyira, hogy ez a -4, -5 nem árt neki, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az őszi vetésűek a tavasznak majd, ha így marad az ideje, akkor elég fejlettségi állapotban fog neki indulni. Tehát éppen a meccések folynak. Ezt követően milyen munkálatokra kell felkészülni, mi következik ezek után a földeken? Hát ahogy haladunk az időjárással előrefelé, és az időben ugye ezeknek az őszivetésűeknek a fejtrágyázása fog következni, még mielőtt a fagyok kiengednek, rá lehet menni a talajokra, ezt el szokták végezni általában még addig, míg fagyos a földterületek. Ez a meccés, ez most már el fog húzódni ugye
kertekben egész a virágzásig, április környékéig, úgyhogy visszatér az élet a mezőgazdaságban. És ugye nem csak a munkákra, hanem akár pályázati lehetőségekre is fel lehet készülni a közeljövőben. Mik várhatók? Igen, most a február 15-től megjelenik az a pályázat, ahol az élelmiszeripari feldolgozásra lehet pályázni, épületek korszerűsítésére, energia, takarékonyság, csomagoló eszközöknek a felújítása, illetve korszerűsítésére. Ezek a pályázatok 2016. február 15-től 18-ig lesznek nyitva. Reméljük, hogy a forrás elegendő lesz, és a mi megyénkben is az a régen emlegetett élelmiszerfeldolgozó, amivel a gyümölcs termelőknek biztosítani tudnánk az értékesítési lehetőségét, az megvalósult talán ebből, vagy ebből is tudunk hozzávonni, hogy ez a nagy projekt megvalósulhasson. A Mintagazda idei első műsorszámát látták. Amennyiben bármiféle kérdésük, észrevételük lenne, keressenek minket a weboldalunkon, illetve közösségi oldalainkon. Legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Viszontlátásra!